szarta a szemetet a szar. Munkavonal, a Benji, a Munding, a Meyer, a juhász. Miért ez a tűk, miért ez a te? Miért vagyok ennyire boldog? Ennyire boldog, hogy lehetek, de miért vagyok ennyire boldog? Ennyire boldog, hogy lehetek, aki boldog, tapsoljon, aki boldog, tapsoljon. Ők itt a harmadik vonal. Konszekvensen elhiszik magukról, hogy neki kellett volna nyerni a Team bajnokságot. Ők itt a munkatársak. Konzekvensen elhiszik magukról, hogy jogosan nyerték meg a Team bajnokságot, de egy valami közös bennünk. Mindannyian boldogok vagyunk. Az a jó a boldogságban, hogy elnyomja a tényt, mennyire nyomorult vagy. Én például napi kétszer verem ki, mert a faszverés barátaim az a szex előszobája. Te csak kétszer. Az a jó a boldogságban, igazából marhára nem is verem, hogyha most így random szembe jönne velem itt, akkor valószínűleg annyira meglepődnék, hogy összeszarnám magam. De mi mindig boldogok vagyunk. Például. Tegnap partizott a Mártonka. Ő. Cibálták a Dákót a sátorba. Ja, tegnap Marcika baszatta. Ő. Beleállt érdel az aszfaltba. Ő. Tegnap csajozott a Benyámin. Ő. Pancsávó, nem baj, nem számít. Na, tegnap beállult a Péterke. Ő. Korán lefektette az asszonyke. Mi a fasz nézel, itt nincs rémkényszer. Összeállt a Team Slam Premium. Itt van ez a négy szép fiú. Hogy szomorúak leszünk, azt nem ígérem. Az én arcomban a Happy Meal-en. Most írnék neked egy fosódát. Vágod, hogy zabálnám a fosódat. A bulládat! A pincsárod! A fosódat! A lyukadat! A bulládat! A pincsárod! Ne nézzél, én nem vagyok állat. Ugye tett a csokonám a szádat. Szóval... üzennénk apáinknak, hogy mi bizony férfiak vagyunk. Nekem a múltkor nem állt fel. 4 hónapig ültünk a sötétben, 2 hónap után kiseréltük az égút, még mindig sötét volt, és aztán rájöttünk, hogy rossz kapcsolóval próbálgattuk végig. Sültünk a melegben 1 hónapig, kerestük a klímát, porszívóztuk, meg néztük, hogy hol a hiba. Be kellett volna dugni. Van egy nagyon patent fullos lakásunk Pesten, csak anyám még nem engedik, hogy ott lakjak. Boldog férfiak. Leendő családapák. Diplomás emberek. Példaképek. Hősök! A múltkor el tudtam aludni. Úristen, ki vagy te? A múltkor nem sírtam szex után. Úristen, ki vagy te? A múltkor képzeljétek szexeltem. Úristen, ki vagy te? A múltkor nem szartam véresen. Úristen, ki vagy te? És most nem meg a mélyre. Nagyon mélyre. Nagyon mélyre. A szexszabálásról. A ciki a szexszabálásról. Letesz a szexszabálásról. Nagyon rossz. A dohányzási szokásaink a szexuális életünk analógiája. Cigi? 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 Gyújtó? 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 Nincs. 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 Én úgy szeretem a nőimet, mint a cigarettámat. Töltve. Dobozban. Meggyújtva! Elnyomva. Ezért tényleg nem kellett valósat. Jó, ez kicsit csak volt, ezért elnyomva. Én vagyok a nőtöltőké! A nőtöltőké! A nőtöltőké! Az a legszomorúbb, hogy ez a két legnagyobb fiatal a Team Slam csapat Magyarországon. És amikor most kitaláltuk, hogy összehozunk egy ilyen nagy Alex Tuzán szöveget, akkor mi lett belőle? Ez lett belőle. Tök jó, hogy vannak így meghívásaink, megyünk helyekre, Orfűben, a Szent Táborban összejövünk, nem megyünk, hogy tóra áztatjuk a hucimucit, meg tökről el vagyunk, de kurvára nincs mögötte szakma. I ain't got no szakma, you can come and suck my. I ain't got no szakma, you can come and suck my. És most megakadtunk. De arról már beszéltünk egyébként, hogy szomorúak vagyunk. Nem áll fel. Megcsaltak. Meg akarok halni. Nincs gyújtóm. Nincs gyújtóm! Srácok, én rájöttem. Az boldog, aki szomorú. Geci. És mellettünk volna a munkavonalra, köszönjük szépen a tapsot, leszünk még majd a szünet után.